A jótékonysági kutyasétáltatást az Alfa Cegléd-i Kutyás Egyesülete szervezte, akiket a cipős doboz akció ihletett meg. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket itt ezen az első kutyás jótékonysági sétán. Örülök, hogy ilyen sokan megjelentetek, és örülök annak is, hogy mindenki hozott kutyát, illetve cipős dobozt a rászoruló gyerekeknek. Ahhoz, hogy minden rendben menjen a sétán, pár szabályt be kellett tartani a gazdáknak. Egy-két fontos dolgot el kéne mondani így a séta elején, amire azért szeretném, hogy odafigyeljünk, hogy ne azokkal a dolgokkal kerüljünk be a hírekben, hogy mondjuk szanaszéthatjuk a kutyak, akit magunk után. Tehát, hogyha valaki esetleg nem hozott magával kakizacskót, de a kutyája éppen végzi a dolgát, nyugodtan szóljatok. Nálunk szerintem mindenkire az egyesületi tagoknál van zacskó. Nálam legfőképpen úgy, hogy nyugodtan gyertek és kérjetek, hogyha szükség van rá. Nem csak a tisztaság, hanem a kutyák megfelelő szocializációja is fontos kérdés volt a programon. A másik dolog, mivel ugye kutya ösztönlény, ezt mindenki tudja, ugye ezt külön kértük, hogy jól szocializált kutyák legyenek. Úgy látom, hogy mindenkinek nagyon rendben van a kutyája, de legyünk körültekintőek, figyeljünk oda arra, hogy ne legyen mondjuk verekedés a kutyák között. Úgyhogy aki esetleg nem biztos a kutyájába, egy picit inkább maradjon le, mint hogy esetleg bármilyen probléma legyen belőle. A séta a Gubodi kertből indult és egészen a református nagy templomig tartott, ahol az ajándékokkal teli cipős dobozokat átadták a gazdik a Turinform iroda munkatársainak. Végül egy közös kép erejéig az összes kutya és gazdája a templom lépcsőjére sorakozott.